Befejeződött az ökumenikus imahét Nagykanizsán. Az elmúlt napokban a katolikus, a református, valamint az evangélikus gyülekezetek vezetői és hívei egymás templomaiba látogattak. A záró alkalmat tegnap a református templomban tartották, ahol Nyeste Pál piarista atya hirdetett igét. Mint arra kitért a kereszt, eszköz arra, hogy ami szétszóródott, általa újra egyé váljon. Jönnek az emberek és hozzák a saját áldozatokat, a saját felajánlásokat, eszköz erre, hogy összegyűjtessünk. De a kereszt csak az egyik fel. Mindig hozzáadni kell mondani, figyelni kell a másik jelre, a feltámadás jelére. A kettő szorosan összekapcsolódik. Jézus akkor, amikor bennünket a kiengesztelődés, a szétszórtságból való összegyűjtésnek a jelévé tesz, ennek a kettőnek az erejében tudunk ennek a feladatnak, ennek a küldetésnek megfelelni.